Domján Sándorral, a Kunagró 21 Kft. Főmérnökével arról beszélgettünk, hogy a március végi mínuszok mennyire befolyásolják a már kikelt vetést. A szakember szerint nem jelent súlyos károsodást az őszi vetésűeknek a reggeli fagy, a talajmunkában, az őszi vetésűek fejtrágyázásában még segít is. Ezek a mínuszok nem súlyosak, tehát ez Isten igazából nem jelent súlyos károsodást a őszi vetésűeknek, mégis ezek ugye jelesül az őszi árpa, őszi búza, őszi káposztarepce, tehát ezek a fagyok nem okoztak jelentős károkat. Egy nagyon picit a korai talajmunkába, a őszi vetésűek fejtrágyázásában még segítenek is, egész addig, amíg ki nem enged a fagy. Azokon a táblákon, amik nem voltak teljesen átázva, mert ahhoz viszont kevés, hogy annyira megfagyjon a föld, hogy elbírja a gépeket egész nap. Tehát ez ilyen hajnali munka, éjszakai munka, jobb hiány, alkalmazkodnunk el az időjáráshoz. Inkább nagyobb gond még az, hogy a talajok még mindig jelentősen át vannak ázva. A felszíni vizek 90%-a már eltűnt, helyette a vízfoltokat láthatjuk, mint itt a szomszéd táblán is. Ritkábbak egy kicsit a kalászosok, mint annál a táblán, amin most állunk, de vannak egész szépek is, illetve a repcében is vannak egész szépek. Úgyhogy én azt mondom, hogy bizakodóak vagyunk, de nagyon nehéz tavasz áll előttünk, össze fognak torlódni a munkák, úgyhogy látom azt is, hogy próbálkoznak a gazdálkodótársak is, nézegetik, nem igazán megy, abba hagyják, újra próbálják. A Kft. Járhatóvá tette az utakat, végigtárcsázta a Széles, a Kenderesi, a Bócsai és a Tarattyó utat, így jól megközelíthetők a táblák, tehát ha a talaj olyan lesz, hogy bírják a gépeket, lehet dolgozni. Úgyhogy mi is azzal kezdtük, hogy járhatóvá tettük az utakat, végigtárcsáztuk a belső keresztutat, a Széles utat, a Kenderesit, a Bócsait, a Tarattyó utat. Jelzem, nem mi voltunk egyedül, akik ezeken az utakon jártunk, de rend a lelke mindennek, így most már jól megközelíthetők a táblák, tehát hogyha magán a táblán a talaj olyan lesz, hogy bírja a gépeket, lehet dolgozni, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki megindul. A vízkár az őszi vetésűekben 20-25%-os, a tavasziaknál csupán hátráltatja a talajmunkát, a talajerő visszapótlást, ami munkacsúcsot fog okozni. Az őszi vetésűekben egy olyan 20-25%-os kár az tapasztalható. A tavasziaknál ott ugye csupán hátráltatja a talajmunkát, hátráltatja a tavaszi talajerő visszapótlást, amit már említettem, hogy munkacsúcsot fog okozni. A nyíregyházi időjós előrejelzése szerint az évi csapadék eloszlása egyenlőtlen lesz, az asszály inkább az őszre lesz igaz. Én minden évben megvásárolom a nyíregyházi időjósnak az előrejelzését, abban nem igazán ez van. A csapadék eloszlása egyenlőtlen lesz, az asszály az inkább az őszre lesz igaz, és az előrejelzés alapján ugye május első ugyan aranyat ér, mivel azonban áprilisra és májusra is elég sok csapadékot jelez, ezért félő az, hogy az amúgy is torlódó tavaszi munkákat még ez majd nehezíteni fogja, de ezt majd meglátjuk, a Jóisten kezében vagyunk itt most, úgyhogy itt majd mindig alkalmazkodunk az időjáráshoz, ami éppen van. A tavaszi kalászos nem is jelentős a határban. A Karcagi Kutatóintézet által előállított különböző vetőmagokat is egyre inkább használják a gazdák alternatívaként. Cirok, szudáni fű, köles, de van, aki nemesített disznóparéjjal foglalkozik, vagy mákkal. A tavaszi kalászos az azért nem szokott jelentős lenni a karcagi határban, tehát hogyha nézzük a tavaszi árpát, nem szokott pár száz hektár szokott előfordulni, még a zabot el lehet vetni, olyan is lesz, aki még a tavaszárpát elveti, hiszen hogyha tényleg bejönnek ezek a csapadékok, akkor még abból is termés lesz. Emellett ugye a Karcagi Kutatóintézet által előállított különböző vetőmagvakat is egyre inkább használják a gazdák. Sokszor alternatívaként gondolok itt a cirokra, gondolok a szudáni főre, a kettő hibridjére, vagy egyre többet látok kölest, annak különböző formáit, a fehér, a vörös kölest. Van, aki nemesített disznóparéjjal, úgymond amaranttal foglalkozik, van, aki próbálkozik a mákkal,
nem is tudom így hirtelen. Ugye az olajtöknek annak már most nálunk hagyománya van a karcagi hatában, de az még ráér, tehát az nem csúszik. Azért klasszikusan ugye marad a búza, az őszi árpa, a repce, a napraforgó, a kukorica, és akkor emellé jönnek a felsorolt növények, illetve hát van egy kötelezettsége mindenkinek, hogy általa művelt földek 5%-át ugaron kell tartani, vagy ha nem ugaron tartja, akkor ugye zöld trágya másodnövényt kell vetnie. Hát most lehet, hogy ugaron marad, és lehet, hogy majd a zöld trágya másodnövény még azért belekerül egy természetes talajerő visszapótlásnak. Én inkább így látom, hogy elfele tendálnak.